Jó estét kívánok! Jó estét! Kezüket csókolom a hölgyeknek. Köszönöm a meghívást. Igazán tényleg jól esik, hogy eljöhetek egy-egy ilyen rendezvényre, és ez már a második, ahol látom önöket, hogy milyen feledhetetlenül tudnak szórakozni, és milyen jól érzik magukat, még így idősként is. Tegnapi nap tartottunk egy önkormányzati kis ajándék műsort. Annak az elején is egy pár szóban köszöntöttem a megjelenteket, most is egy nagyon kevés gondolattal szeretném önöket köszönteni. Tegnap is azt mondtam, és ma is valahogy ezzel kezdeném, hogy az ember mindig, nyilván van egy időfolyam, amit az ember az életében eltölt, gyerekként kezdve aztán megöregszik. És én még nem értem el abba a korba, amiben önök vannak, nyilván eddig megélt tapasztalataimat tudom végig gondolni. Amikor az ember kisgyerek, akkor úgy nehezen tudja elképzelni még azt is, hogy majd egyszer 20 éves lesz, még azt is, hogy majd 40 éves lesz, vagy középkorú lesz, azt meg még inkább nehezen tudja elképzelni, hogy mi lesz majd, hogyha idősebb lesz. Mégis azt gondolom, meg azt látom, hogyha az ember valahol mindig belül ugyanaz marad, mint aki volt, legfeljebb az őt beborító teste öregszik meg, és jó néhány tapasztalatot szerez az élete folyamán. És én azt gondolom, meg azt látom, hogy aki az életében időskorára is meg tudja tartani a jókedvet, meg tudja tartani a boldogságra való hajlamot, túl azon, hogy nyilvánvalóan mindenkinek van egy saját életútja, amit már megélt, és számtalan nehézségekkel meg kellett küzdenie, emellett, ha meg tudja tartani a jókedvet, a boldogságra való törekvést, és azt a sok-sok szeretetet, amit életében kapott vagy megélt, akkor időskorában és nyugdíjasként is kiárad belőle az a szeretet, ami benne van, és azt gondolom, hogy a fiatalabbaknak, nekünk is arra van szükségünk, hogy önök minél tovább velünk legyenek, és minél több bölcsességet adjanak át nekünk az élettapasztalatunktaikból. És ma este ez jó szórakozást kívánok önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.